Sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Monster Legends első részébe, mert ugye mondtam, hogy fogok belőle csinálni sorozatot, most megvárjuk, hogy betöltsön a játék. Mostanában internetem nagyon kaki, szóval néha ugye a játékot eléggé furán tölti be, hogy például itt, hogy valamelyik szörnyeket nem tölti be. Képzeljétek el, 20-as lettem előző rész óta, és azt szerettem volna mondani, hogy ebből ugyanúgy, mint a Dragon Mania Legendsből nem lesz olyan sok rész, nem tudom, hogy miért, mert igazából az a baj, hogy ebben a játékban nagyon sokat fejlődök mostanában, és ja. Egyébként képzeljétek el, a Mushut sikerült kikeverni, amit mondtam, hogy ki akarok keverni, és sikerült kihuszazni, és az lesz a neve, hogy Bella. És szerintem tök jól néz ki. Benne is van a csapatban. Na, Elizabethet, őt is ki sikerült huszazni, és képzeljétek el, lett egy raptorom, aminek igazából Sanki lett a fajta neve, de én elneveztem Villámnak, mert tök jól néz ki. Ő is benne van a csapatban, szóval most jelenleg ők a legjobbak. Egyébként van egy ilyen legendári tojásom, csak az a baj, hogy legendári Halibádra tudom rátenni, és arra gyűjtök most pénzt. Szóval gyorsan nyomunk itt kaját. És ja, 20-as lettem. Azon kívül, hogy kihúszasztam a szörnyeimet is, vagyis a legtöbbet, attól függetlenül nem sokat frissültem. Ja, és egyébként ezt a kis Bullenut el lehet nevezni. Csak úgy mondom, szóval ugyanúgy, mint a Dragon Mania Legendsben, itt is el lehet nevezni majd a szörnyeket. És ja, egyébként képzeljétek el, beléptem egy klánba, ami magyar, vagy nem tudom, hogy magyar-e, mert az a neve, hogy Hungarian Power, de a csapatban angolul beszélnek, szóval én ezt nagyon nem értem. Na mindegy, van ilyen csapatos harc, az a lényeg, és akkor így Monster versus Monsterozni lehet. Hát nyomjunk egyet. Bella versus ez. Na, először bevédjük magunkat. Na. Jujjúj. Most mi támadunk kétszer. Most ő támad kétszer. Ezt úgy utálom, hogy ez így van, hogy kétszer támadhat, mert így simán megölhet minket. Na várjatok, most én gyógyítom magam, meg támadunk is. Így. Na így már kicsit kevesebb esély van, hogy megöl, de még fent áll az esély. Jó. Juhu. Haj, megölt. Aj, pedig egy pici kellett volna, hogy mi is megöljük. Ez nem jó. Na, akkor keresünk valami kisebbet, ami könnyű megölni. Egyébként miért teszi be mindenki ezt? Szóval miért teszi be mindenki ezt a szörnyet? De most ezt kérdezem. Mert ez tök nekem is... LOL csata jön. 9-es versus 8. Yeah. Na nézzük. Az a baj, hogy mindenre védve van. Szóval ez így eléggé érdekesen fog menni ez a csata. Ez egy vicces csata. Az a lényeg, hogy én többet cserzek, mint ő, igazából. Jaj. Nyertünk, yeah! Ügyik vagyunk. Most erre, ehhez mit tudok hozzáfűzni?
Érted, mindenki ezt rakja be. Hány ez? 20-as, 22, lol. De ezeket így még egyszer le lehet győzni egyébként, amiket így bejelez. Ja, egyébként van egy komócatom is, és őt is most fejlesztem be, akarom tenném a csapatba majd. Várjál, most lehet, hogy ki is tudom huszazni. Ki tudtam huszazni, akkor választunk. Na. Milyen képességet kapunk? Piston forver. Tudunk mérgezni. Szerintem berakjuk ezt helyet. Bam. Oké. Hát akkor csatázzunk egy olyasmit. Az a baj, hogy Elizabeth-et le kell sajnos cserélnünk, hiába ő a kedvencem, mert nekem nagyon tetszik, de sajnos le kell cserélnünk, mert eléggé gyenge. Szóval Chris-re le fogjuk cserélni, és megyünk egy online-t, már szóval egy másik ember ellen játszunk. Nézzük, miket ad be, hát azért jöhet más is. Egyébként nem tudom, hogy a játékban miért Antid Girl a nevem, na mindegy, ezek ellen harcolunk. Nem tudom, hogy a játékban miért Antid Girl a nevem, de majd egy idő után biztos meg fogom valahogy változtatni, csak még rá kell jönnöm, hogy. De kipróbáljuk ezt a pisztont, mondjuk rajta. Ez mi volt? Mi volt? Jó, ugye egyik megtámadta? Akkor védünk. Most nem tudtam hirtelen, hogy mi volt ez, de már rájöttem. Egyébként Villámnak nagyon jó támadásai vannak, szerintem. Jelenleg ő tetszik a legjobban. Szóval a ő támadásai tetszenek a legjobbak. De viszont kinézetileg, szóval mindenileg Bella tetszik a legjobban, és kinézetileg pedig, tudjátok. Mindenkit megmérgezünk, meg gonoszok vagyunk. Na. Igen, látjátok azt a forgót ott középen? Valamikor rosszalkodik a netem, és nem tölti be. Ezt annyira szoktam szeretni, amikor ezt csinálja. Bellát kinyírták. Ami nekünk nem túlságosan jó. Na. Ojaj. Na. Bám. Valamikor meg ezeket a támadásukat nem tölti be. Szóval most nem tudom, hogy mi van. Jaj, lehet, hogy ezt a csatát el fogjuk veszíteni. Nem szeretném, de lehet, hogy el fogjuk. Így, az meg. Hirtelen laggolt egy kicsit a játék, úgy láttam. Na. Ha nem öl most meg, akkor mi nyerünk? Nem, megöl. Mert sajnos kell nekünk az energy. Ő is energiázott, akkor megtámadjuk. Ez az, mi nyertünk, vagyis Villám nyert. Na. Ügyik vagyunk. Na, a szerencsekere kezdünk. Kajingó! Annak örülök, ha kapok, mondjuk nem sokat kaptunk. Sajna. Na. Egyébként vannak ezek az eventes csaták, ezeket én nagyon szeretem, de tényleg nagyon komolyan, nagyon szeretem. Az a baj, hogy elég durva ellenfeleket szoktak benne adni. Mint például ezek kettő legendári, meg egy es, és ezeket nem tudom legyőzni.
hogy nagyon nehéz őket legyőzni, és ez most ez ilyen pénzszerzős, csak nem tölti be. Na. Ura, villámot meg most betöltötte. Hát csak tízesek, lol. Most fura, hogy Bellát se tölti be, mert előbb betöltötte. Ezeket most simán elintézzük, mert ezek még könnyűek. Nem tudom, most valamit nagyon elkezdtem duldolni. Van egy zene, ami nem olyan új. Van egy zene, és az jár most a fejembe. Na, most viszont a pénzt azt mondtam, hogy gyűjtöm a legendárira. Egyébként az valami legós szörny, ami nekünk van. Csak egy picit. Váltsunk csapatot, mert most érted, ezekkel ilyen bénákat ölni, hát érted. Legyen mondjuk Mephisti. Rakjuk be Eriket, mert ő jól néz ki. És Rockot. Így három földelemüt. Na, próbáljuk meg. Egyébként nézzétek ott fönt. Ellenségnék ott fönt. Ott van egy róka. Az is tetszik nekem. Nem. Eretroszok. Eretroszok. Na. Ja, ezt. Bam. Jó van. Az is tud mérgezni. Jújjúj. Mik vannak itt? Na. De szuper, hogy az én szörnyeimet nem tölti be. Szóval ez eléggé érdekes. Eriknek azért elég durva támadásai vannak. Szerintem. Nem tudom, miért dudoláltak egyfolytába. Lehet, hogy majd ezekbe a videókba is kell majd zenét bevágni. Mondjuk elgondolkodtatott. Na. Jújjúj! Ójjajjajjaj, itt már egy kicsit keményebb csata lesz. Annyira nem vész. De azértek biztos, hogy a kedvéért berakjuk Elizabeth-et. Várjatok. Valaki helyett. Mondjuk berakjuk Mephisti helyett berakjuk Elizabeth-et. Biztos, hogy a kedvéért. Na. Mert azért ezek nem gyengék. Nem? Az mondjuk egyből megvolt. De ezért ezeknek nem gyenge támadásuk van, szóval ezekkel vigyázni kell. Na gyerünk, na gyerünk. Jó. Majd támadjunk már mi is. Tudom, mivel támadjak. Bámjunk egyre. Na. Egyébként nem tudom, hogy miért vagyok mostanában halk. Próbálok hangos lenni, csak ugye meg vagyok fázva, és nagyon a torkom nem alkalmas ordibálásra. Vagy hangosabb beszédre. Szóval azért sajnálatot kérek. Na szerintem én el is köszönök tőletek, szóval én nem tölti be. Na, szóval én anti... Mi van? Szóval én Oxyfoxy voltam, ő Villám volt a Sanki, és találkozunk a következő részben is.
Sziasztok!